Minden évben az augusztus 20-a utáni első szombaton ünneplik Kálló Semjén születésnapját. Idén 22. alkalommal rendeztek ehhez kapcsolódóan falunapot a településen. Az első rendezvényen avatták fel a település címerét tartalmazó zászlót, azóta pedig számos ünneplésre méltó fejlesztést tudhat maga mögött Kálló Semjén. Amire fizikálisan nagyon büszkék vagyunk, az a Kállai kúriának a felújítása. Ez az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb beruházása volt a településen, ez közel 1,5 milliárd forintot tett ki. Természetesen ezután sem állt meg az élet, hiszen most például általános iskolát újítunk fel, szennyvíztisztító telepnek a korszerűsítése is zajlik ezekben a napokban, és az igazság, hogy nem állunk meg, mert folyamatosan vannak céljaink. Ilyen például a következő évben megépülő bölcsöde. Emellett pedig a közösségekre is méltán lehet büszke Kálló Semjén, hiszen ők tartják életben és pezsgésben a települést. Fontos, hogy ezek a közösségek helyben maradjanak, ehhez pedig a fiatalok támogatása is szükséges. Többek között ezért hozták létre a Lipcsei Miklós emlékdíjat, amelyet idén 3. alkalommal adtak át. Ezt a díjat az a fiatal diplomás, aki hasonló családi körülmények közül indult, mint az én férjem is, aki nagyon egyszerű családból, Kálló Semjén szülötteként, 3 gyerekes családból, legidősebbként végezte tanulmányait, a pénzügyi főiskolai diplomát szerzett. A 64 ezer forintos anyagi támogatással járó emlékdíjat Jurecska Kitti, a Debreceni Egyetem gazdálkodási és menedzsment szakon végzett hallgatója kapta.